A távoli korom Örménykó című könyvet mutatták be pénteken a Gyulai könyvtárban. 2020 novemberében jelent meg Adamik Zsolt harmadik, egyben első felnőtteknek szóló kötete. A bemutatón elhangzott, ahogy íródott a könyv, úgy kisottó, József Attila díjas költő, menet közben szerkesztette is azt. Taktunk ide-oda, egy kicsit szövegeket húztam belőle, hozzátettem itt ott, tehát alapvetően nagyon gyorsan készült, érdekes módon, nem úgy történt, ahogy szokott ez lenni, hogy kész egy szöveg, és aztán azt átnézi a szerkesztő, hanem folyamatában dolgoztunk ezen, tehát Zsolt írta, én meg közben átnéztem. Adamik Zsolt a távoli korom örmény felnőtteknek szóló kötetéig csak gyermekkönyveket írt. A szerző kiemelte, többféleképpen is lehet jellemezni alkotását. Ez egyfajta füves könyv, de mégsem az egyfajta ö, tájleírás tájkép, barokk tájkép, de mégsem az ö, egyfajta, egyfajta, visszaemlékezés a gyerekkora, de mégsem az. 52 szócikben mesélek arról, hogy milyen az beleszületni, aztán elszármazni, aztán visszaszármazni, aztán, aztán, aztán megint hazamenni Örmény útra, egy nagyon pici falu Békés megye egyik szegletében. Adamik Zsolt elmondta, ahogy megtanult írni, akkor már tudta, hogy ez lesz a hivatása. Az első művét egy kockás füzetben kezdte el lejegyezni. Rambó Örménykúton című, máig befejezetlen, sajnos azóta elveszett mű. Ö, azóta sem tudom, hogy mi lett a vége, de, de, de már akkor volt benne egy ilyen vágy, hogy, hogy mutassuk meg magunkat valahogy a világnak, és hát hogy, hogy meg már más, hogy magamat, mint az íráson keresztül. Valahogy így alakult, mindig írtam, és aztán ez lett a vége. A kötet szerzője elárulta jelenleg színházi környezetben telnek a hétköznapjai. A Kaposvári Csiki Gergely Színház mutatta be nemrég az Alis Csudaországban című darabját. Egy a gyermekeket megszólító művét hamarosan Békés Csabán a Napsugárbáb Színházban láthatja a közönség Bibedombi Szörny határozó címmel. Adamik Zsolt elmondta a tervei között szerepel befejezni második felnőtteknek szóló könyvét, amely egy komolyabb témával, az alkohollal foglalkozik.